Egyszer, amikor hazat értem, egyszer csak óriási köd és teljes sötétség vett körbe. A sötétség indokolt volt, mert hogy hajnal volt, mondhatnám úgy is, hogy hajnalán keltem útra, és azt vártam, hogy bárcsak egy fény jönne, bárcsak látnám meg a fényt, ami megmutatja az utat nekem. És a fény beköszöntött, egy előttem haladó autónak a hátsó lámpája volt ez, és én megörültem. Ilyen fontos számunkra a fény. Sokszor nem is érezzük, hogy mennyire fontos. Természetesnek veszünk, hogy körbevez bennünket. Pedig nem természetes. Ez a láng, ez a betlehemi láng nem csak a szeretetet jelképezi, hanem a békének és a hírnöke. Lukács így